Elsősorban ez, hogy a magyar nyelv itt, ezen a végeken maradjon meg. Ez a fő feladatunk. Nehéz, az biztos, mert az alapszervezetünk most jelenleg vagy 100 emberből áll össze. Annak a fele az kiutazott, nincsenek itt. Középkorosztályról szó sem lehet. Aki tudott, az kiment. Zömében a nyugdíjasok, meg aki hát már nem érkezett kiutazni, azok maradtak itt. Jelenleg 4 csoportban folyik a magyar vasárnapi iskola, a kollégákkal tanítunk, ez körülbelül vagy 50 gyerekről van szó. Hagyományainkat szeretnénk megőrizni, ünnepeinket megtartani. Hát ez azt gondolom, hogy ez a fő feladat, ami a Kulturális Szövetség előtt áll meg számunkra. Hát nem valami fénykort élünk, az biztos, de hát meg vagyunk lassan. Ki merre, ahol tudnak. Működik a Frangepán óvoda, itt is 10 vagy 13-an vagyunk kollégák, magyarok, akik itt találtak így munkahelyre, de a zöme az mindenki az erdőbe dolgozik, vagy valami más munkát vállalnak itt. Az évet mindig a március 15-tel kezdjük ünnepelni, számunkra nagy ünnep, akkor is hát mindig meghívunk valami vendéget, valami szónokot. Tavaly Puliszka Éva volt, az idén úgy volt megbeszélve, hogy Takács Marica jön, de közben jöttek dolgok, hogy nem tudott jönni. És a vasárnapi iskola gyereke ilyen ünnepi műsort készítenek. Fontos számunkra a Betlehem csoport is nagyon. Már ez Kárpátalján most már szerintem már nem is játsszák sehol ezt a Herodeszet. Valamikor 90-es években képviseltük Kárpátalját a Nemzeti Betlehemes Találkozón, ami Budapesten volt, az 94-ben volt, ha jól emlékszem. Akkor is ott első helyet nyertünk, úgyhogy ennek nagy története van. Arra is kértünk a tavalyi, hát a ruhákat fel kéne újítani már. Azért még itt vagyunk egy pára, még ha 20-an is, meg 30-an is, de mi még magyarok vagyunk, minket azt úgy számít, és az anyanyelvünk az mindig a magyar volt. Hát az embernek, ha nincs remény, akkor kár élni, de mink reménykedünk abba, hogy ez csak jobb lesz ez a helyzet, amiben most per pillanat vagyunk, de nehéz helyzetben vagyunk, úgyhogy jó van, ez nem, hogy lenézik bennünket itt, vagy mit tudom én a magyarokat, de vannak gondok, már a politikai helyzet most a két állam közt, hát nem valami fényes, mink azt itt, azt megérzük. És elég komolyan megérzük, már mindig, szóval van a gondok, most nem szeretnék erről nagyon itt hangsúlyt tenni, de mi itt megérzük. A háború előtt még voltak ilyen fesztiválok. Volt a Feltisza, akkor az egyházak is csináltak ilyen a Mikulás előtt szerepeket, meg ilyen összejöveteleket. Most ez sajnos már 2 vagy 2,5 éve elmaradt minden. Akkor szorosabb volt a kapcsolat a Rahói szervezettel, a Körösmezőivel, a Buscsá, itt a Felső-Tisza, még 20-tal is. Most sajnos az, hát egy, hogy nem is tudunk mozogni úgy, ahogy kell, másik meg az atyákat is áthelyezték, akik ezt szokták rendezni mindig, szóval most egy kicsit ez elmarad, de reméljük, hogy ez majd, ha vége lesz ennek a háborúnak, hogy ez majd visszajön, és akkor majd jobban tudjuk ezt folytatni. Tervek mindig vannak. Felszeretnénk újítani, a temetőben van az 1944-ben elhurcolt, akik voltak a gulágon. Ezt az emlékművet kéne egy kicsit már rendbe szedni, már olyan állapotban van. Beszéltem elnök urral is. Ígéret volt, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Ez van a KMKS-nek az első terve, hogy azt a műemléket egy kicsit rendbehozzuk. Szeretnénk valami más ünnepet, például ami még itt más alapszervezetekben nem volt, például egy gombafesztivál, vagy mit tudom én az itten. Van anyag hozzá minden, de ez mind terve van. Ha lenne erre keret, vagy mit tudom én mi, akkor azt meg lehet rendezni, hát még azért. Az idén is volt egy nagy ünnepünk, 200 éves volt a templom most, augusztus 15-én volt a nagy ünnepség, püspök atyával volt a Szent Mise, nem jöttek az összes jelen, akik már valamikor itt szolgáltak, az atyák már közbe jöttek dolgok, számunkra ez is egy nagy ünnepség volt, ott is a falu magyarsága, a zöme az összejött. Aki magyar, az majdnem mindenki ott volt, hát aki tud jönni.